Nagyon régen volt olyan időszak, amikor egy héten belül 4 halálos eredménnyel végződő közúti közlekedési baleset történt. Pedig idén már volt ilyen Tolna megyében. A halálos balesetek száma a jó időbe köszöntével 2022-ben is nőtt. Most az áldozatokra emlékeztek a Kölest határában található, 1936-ban motorbalesetben elhunyt Bartal György emlékére állított szobornál. Most sajnos volt augusztus első hete, ami idáig nem volt jellemző, hogy egy héten belül 4 halálos eredménnyel végződő baleset történt. Itt is más-más okokból, és ami még kiemelendő Tolna megye tekintetében, hogy a baleseti gócok nem voltak jellemzőek. Tolna megye az országnak azon területei közé tartozik, ahol évente kevés halálos baleset történik. Azonban amíg egyetlen ilyen tragédiára sor kerül, addig van dolguk a szakembereknek. Ezt mondta az Országos Baleset Megelőzési Bizottság főtitkára. Egy pozitív változásról tudok beszámolni, tehát kevesebb közlekedési baleset történik, mint 2000-ben, vagy mondjuk az 1990-es években. Én azt gondolom, hogy ezzel azért még nem lehetünk elégedettek, hisz míg egy ember is az életét veszti a magyar közutakon, vagy megsérül, addig van mit teendőnk. Az idei megemlékezésen a rendőrök mellett a közlekedésben érintett társhatóságok és motoros egyesületek képviselői is részt vettek.